Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. Descansa el color de las flores. Se abre un arco iris de colores. Un niño sin recuerdos te saluda. Un pobre se disputa un mendrugo de pan. ¿Dónde está esa gracia de Dios? Dame la mano. Una gota de sudor, un pie descalzo, un arco iris de colores y una mano, mil palomas que volaron al azar, mil cajas de juguete abandonadas sin hablar. No hay que callar, ¿dónde está esa gracia? Soplo de fantasías y falsas promesas y una lágrima sin nombre que cayó en tu rostro. No hay que callar, no hay que mentir. Suelen hablar, bebe de mis manos, niño hermoso. Quieren amar y ser amados. ¿Dónde está esa gracia de Dios? Dame la mano. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. A mai vendégem Elza Vajer, illetve Vinnant Gábor, a magyar és a világ jazz élet prominens képviselői. Régi ismerettségre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Ma a technikai segítséget Padi Géza nyújt az adás során. Üdvözöllek titeket! Nemrég voltam egy koncerteteken, és ott találkoztunk. Kérdésem a következő. Ez a, hogy kezdted annak idején a pályádat? Ha jól tudom, te Kubából származol. Köszöntöm a kedvenc hallgatóim. Igen, Kubából kezdettem a tanulást. Egy zeneakadémia jártam Kubából, ott befejeztem a tanulást, hogy zongora tanultam először, és utána kezdettem foglalkozni a zenével, mert ez amigos Andiból érdekelte engem, már régóta, hogy ezt kifejezetem. És akkor ott Kubába, Bigos iskolába, és jártam Kolombozó fesztiválokon, meg Kolombozó zenekarokon, és szereztem egy jó tapasztalat, ami utána itt Európába segítette, hogy kvázi életben maradtam. Ha jól tudom, nem
kisebb zenei hagyományokra néz vissza a család, mint hogy a szüleid a Buena Vista Szociálklubba zenélnek, hogyha jók az értesüléseim. Igen. De nekem volt szerencsé, hogy már ez egy tradíció, családi tradíció, nagypapa, nagymama, mindenki benne volt a zenében, és apu játszott nagyon sok ideje Buena Vista volt, most már nyugdíj bácsi, de továbbra tanítsa, és folytassák nagyon híres trombita iskola Kubába, ahol az új generáció ott kapják a remek oktatást tőlük. De nagyon sok éve volt, hogy ebben a zenekar játszott, és utazta a világon. Tehát, ahogy mondtad, elkezdted a zeneakadémiát, és kifejezetten már a jazz felé mentél az elején is, vagy inkább még a kubai hagyományos zenével foglalkoztál? Ó, természetesen a kubai hagyományok volt az első, mert enélkül akkor nem tudunk kezdeni semmi. Igazándiból a legelején kezdődök a klasszikus zene, mert a klasszikus ez, ahogy mondjuk mi kubaiak, az anyag, a gyökér mindenre. Amikor már tudtunk pontosan a szalapok, hogy működik minden, akkor már lehet választani, hogy mi szeretnénk tanulni, és természetesen a folklór, a kubai zene, az afro-kubai zene volt a legelső, mert egy kubai gyökerei nélkül akkor nem nagyon lehet, és azután már volt ez a gyenge pontja, hogy a jazz, mert ez volt ez a, nem mint a gyenge pontja, hanem ez a, amire igazán volt az érdeklődés, ami imádtam, ami szeretem volna megtudni, rendesen az Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan, ez a színeklések nagyon akartam kovenni, megtanulni rendesen, és tudni, miről szól, és megismerni rendesen ezt a világ. Amíg idézővel sose voltál laikus, de még csak zenerajongó voltál, és nem annyira még előadó művész, kiknek a koncertjén jártál élőbe, akikre azt mondtad, hogy hú, de csoda volt, és ennél jobbat még az életedben nem hallottál? Nagyon sok művészek kubábok, hogy mit tudom, a Mara Portón, a Xuxo Valdez, de minden stílusok. Voltam a... Igen, például voltam, nem tudom hány koncerten, senkinek a mely neve most hirtelen, hogy együtt voltunk színpadon a Szegedi Jazz Fesztivál. Ja, Valaszruni Royal Group, de Kubában... Jaco Pastoriban, Dizzy Gillespieban, ezeket koncertek látunk együtt, mert nekünk nagyon közel van Amerika, akkor minden jazz fesztiválokon ott volt Dizzy Gillespie, akkor mindig néztünk ez a koncertet, igen, Gal Costa, Simone. Kicsit nézzük meg, hogy a kubai zenétől hogy jutottál a jazzig, illetőleg hogy indultál az előadó művészet felé? Mondtad, hogy az akadémiát kezdted, de ott már jazzzel foglalkoztál? Igen. Már az akadémia már kezdődök, ez az egész, hogy tanulunk, de kis előadások már kezdene, már volt egy zenekar, már minden reggel nekünk, reggelente, előtt, amikor kezdődik a tanítás, vannak koncerte, tanítványi koncerte, mi nem akár milyen, nagyon profi, nagyon felkészülünk erre, és onnan kezdődök minden, de közben az országok bejártam, különböző fesztiválokon, meg a közeli országok is jártam. Milyen országokban? Panama, Uruguay, Argentina, Brazil, Európában nagyon sok helyre voltam. Uh-huh. Akkor most Gáborhoz fordulnék, ha jól tudom, akkor neked nem elsődlegesen az éneklés, ami a legjobban dominál, de ugyanúgy szaxofonozni, fuvolázni tanultál, tehát fuvol szekcióba jöttél, és ha jól emlékszem, akkor 83-ban kezdted meg a tanulmányaidat az egyetemen. Én is köszöntök mindenkit szeretettel, jól értesült vagy nagyon, valójában tényleg 83-ban kezdtem el a úgynevezett felnőtt, félig felnőtt fejjel a tanulást, akkor vettek föl a jazz tanszékre, énekszakra, de valóban előtte én gyerekkorom óta a klarinétot kezdtem el tanulni, tehát a fúvós hangszerek tulajdonképpen hamarabb kezdődtek, mint az éneklés, ha időrendi sorrendbe kell tenni a dolgokat. Természetesen, ahogy Elza is mondta, én is a klasszikus zenét kezdtem el tanulni, hiszen tulajdonképpen tényleg az az alapja a zenetanulásnak. Úgyhogy tulajdonképpen 6 éves koromtól egészen a serdülő koromig klarnétozni tanultam, és közben mellette persze szerettem énekelgetni, amíg egyszer csak olyan súlyos állapotban nem kerültem idézőjelbe, hogy megfertőzöttem a jazzzel.
Igen, jól tudom, te az elején kokettáltál ma a komoly műfajokkal, illetve akár a komoly énekléssel is. Így van, nagyon szerettem, és a mai napig is nagyon szeretem, de akkor tájban lelkileg, mert igazából azt hiszem, hogy csak lelkileg készültem arra, hogy klasszikus énekes legyek, mondom még egyszer, amíg az első jazzlemezt meg nem hallottam életemben. És melyik volt az önök emlékszem? Elfelejtettem a klasszikus zenét, már olyan értelemben, hogy az akarok lenni. Melyik lemez volt ez? Konkrétan egy Louis Armstrong lemez volt. Louis Armstrongot imádtam, most is nagyon szerettem. Szerintem egy nagyon nagy művész volt. Nagyon érdekes, hogy évek múlva, mikor találkoztam ez apukájával, később ő is ugyanezt hallotta, hogy Louis Armstrong az egyik legnagyobb jazz zenész volt. Tehát a lényeg, hogy Louis Armstrongot hallottam először is, Ella Fitzgeraldot, és így kezdtem el a jazzbe beleszeretni, aztán persze egyre több fajta jazz lemezt kezdtem el hallgatni, barátaim adogatták nekem, cserégettük a lemezeket, és így szépen eljutottam arra szintre, hogy semmi más már nem érdekelt, mint az, hogy ezt kezdjem el tanulni rendesen. Jazz tanszakon kik tanítottak annak idején téged 83-ban? 83-ban az énektanár, ez nagyon érdekes, egy rendkívüli jó zongorista volt, Garai Attila. Tehát nem volt igazából énekes, de énekelni is szeretett, én így mondanám. A zeneisége azt hiszem, ami adta azt a szép dolgot, azt a lehetőséget, hogy ő mint énektanár tudott működni az iskolába. Nagyon érdekes, hogy előtte szintén egy zongorista volt az énektanár, a Vukán Gyuri, Vukán György. Azt hiszem, érdemes emlékezni róla, mert egy igen nagy formátumú jazzzenész volt, aki a jazz generációk nevelte fel, és sajnos szűk egy éve távozott a körünkből. Igen, és mind a kettőnknek rezának meg, nekem megadatott az a szerencse, hogy nagyon jó barátok voltunk, és hogy dolgoztunk is vele, úgyhogy imádtuk a Gyurit. És na, visszatérve az Attilára, meg az egész jazztanszakra, ami akkor volt, hát tulajdonképpen az Attila volt az énektanár is, számtalan zenésszel találkoztam akkor, mint professzorokkal, akik ma hála jó Istennek kollégák és barátok, mint Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, ki tudnak megmondani, aki akkor tájban tanár volt, Gonda János, aki a tanszéknek a vezetője volt. Számtalan tanulat. Ha jól emlékszem, nem csak vezetője, hanem meg is alapította a tanszéket. Így van, amikor a konzervatóriumból akadémia lett, akkor nagyon nagy része volt annak, hogy elindulhatott Gonda Jánosnak, rendkívül aki sok szintén a magyar jazz egyik hatalmas atya. Így van. Uh-huh. Tulajdonképpen az, hogy a jazz oktatás folyik ebbe az országban olyan szinten, ahogy folyik, ez tulajdonképpen az ő nevéhez kötődik. Akkor egy picit már beszéltünk a egyetemi éveidről. Hogy kezdődött már az egyetem után a pályafutásoddal? Kikkel kezdtél el játszani? Merre turnéztál? Merre mentél? A legnagyobb szerencse adódott meg nekem akkor, pontosan amikor elvégeztem az iskolát, talán egy hétre vagy egy hónapra Babos Gyula, akivel azóta nagyon jó barátok vagyunk, és együtt dolgozunk ez a zenekarában is, az ő saját zenekarában is, szólt nekem, hogy szeretnék egy zenekar csinálni, Gabikám, gyere el énekelni benne, hát röpködtem. Akkor ez olyan volt, mint a fenekem el a tojásaira kijövök a jazz tanszakról is, rögtön az egyik nagy professzor, egyik legnagyobb zenész szól, hogy menjek a zenekarába énekelni. Hát persze, hogy mentem. Úgyhogy ez így kezdődött. Évekig dolgoztunk együtt, aztán különböző formációkban még sikerült belecsöppennem, mint a Trio Standardba, Dés László vezetésével, ahol két évig vendégeskedtem, a Joy zenekar, Gadó Gábor barátommal, a Brassage, ESP, aztán nem sokkal később kezdődött el az úgynevezett saját karrierem, ami ez azt jelenti, hogy az én nevemben kezdtek el megjelenni lemezek, ami az én nevemhez fűződik, és körülbelül etájban kezdtünk el ezzel is komolyabban együtt törni a fejünket, hogy dolgozzunk együtt, és tényleg számtalan jó lemez. Most már a hátunk mögött van, és bizonyítja, hogy jó ez a páros. Igen, azt hiszem, hogy ez nem is kérdés. Ha már ezzel újra szóba hoztad, akkor térjünk egy picit vissza, mert ha jól tudom, akkor te a világ szinte betúrnéztad az egész világot, és nagyon nagy nevekkel léptél fel. Tehát pont beszéltünk a koncerted végén Paco de Luciáról, de olvastam, hogy Santanával is léptél fel. Hogy voltak ezek a történetek?
Nagyon jó ember, nagyon jó kollégák, és nagyon jó tapasztalat volt ilyen nagy művészek találkozni színpadon, mert elsősorban, ami az ember tudják észlelni, hogy az ember, hogy jó sugárzás, hogy jó indulat, hogy mindig segítünk is, hogy minden rendben legyen a színpadon, meg nekünk mi voltunk ez a új generáció, ami jön. De utána a zenélés ez álomból, mert minden a helyen van, ahogy szoktunk mondani. És jó tapasztala volt. Elmondanál esetleg egy élményt az egyik úrral, vagy akit te fontosnak tartasz így az életedben, hogy milyen volt vele dolgozni pontosan, hol zenéltetek együtt, csak egy szösszenetet, hogy mégis szerintem nagyon sok hallgatónknak ez csak álom, hogy test közelből lásson egy ilyen típusú zenészt. Honnan válaszom? Rád bízom ez a... Magyar művészek, hogy inkább a világ zenészek, tehát akár Santanával, például, hogy milyen volt a koncert, vagy hogy találkoztatok? Nagyon egyszerű dolgok, mert amennyire dél-amerikai vagyunk, nincsen olyan, annyira nem képviselünk ezt a kultusz, hogy de nagy ember, nem? Nagyon egyszerű ember, jót csináló a szó feladat, a hongoló szó gitárja, így kezd a zenélés. És mindig lássa, hogy mi néztünk, mint a hú, itt van a nagy ő. És mint a kis sírke, minden kovettunk, minden ahova ment, de ő nagyon boldog volt mindig, és sok biztatta minket, hogy nagyon nyugodtan kéne lenni mindenki, és sok onnik, ami bennetek van. És ez volt, ami történt a színpadon, hogy mindenki beszéltünk egy nyelve, ez a nyelve, ami a zene, és az ember. A boldogság, ami bennünk volt, meg a tudás, ami szerettünk. És hol volt ez a koncert, arra még emlékszel? Nem. Volt itt Magyarországon, itt voltál, amikor lehetősége volt találkozni, de pontosan már nekem nagyon új volt ezt a területe, de emelékszem, Európában szerte Berlinben voltunk Dániában, voltunk egy pár helyen Európában. Picit akkor térjünk oda-vissza, hogy jöttél Magyarországra, és hogy döntöttél úgy, hogy végül is itt ragadsz, illetve mi volt, ami megfogott az országba, és egy picit beszéljünk majd a ti közös munkátoknak a kezdetéről. Magyarországon, ahogy mondtam már többször, volt amikor az ember csinál ezt a kis könyvben, nem? Hogy hova szeretnék utazni valamikor, Magyarországon mindig volt a lista a legelső, azért, mert mi tanultunk sokat, és tanulnak az mostani generáció is Magyarországonról, a literatúrakon, mindenről, ami itt zajlódik ott Kubában, mi tudjunk Petőfiről, Bartók Béla, minden, ami itt zajlódik. És akkor minden kuriózunk nekünk, hogy ha már tanulunk a Bartók Béla darabjákon az iskolában, akkor meg szeretni megtudni, milyen ez az ember, megismerni személyesen, vagy legalább megismernék az országot, ahol születek ez a művész. És akkor mindig kíváncsi voltam erre, mert nagyon nagy kíváncsiság volt a magyar népszene, mert ez nagyon szép szerintem, nagyon érdekes ez a rengeteg ritmik, ami van benne, meg az ének. És akkor, amikor kerültem Európába az első törnek, ez volt az első dolgo, hogy ha lesz egy három napi szabát, ezt tudni, hogy Magyarországon utazom, és így is lett. De Gábor megint találkoztunk Inkanimetországon egy közös színpadon, ott játszottunk egy színpadon, ó, Szusely Aszenekorin az ennyien, és akkor ott volt lehetősége megismerni ezt a csodálatos ember, ez a csodálatos hang, ez a csodálatos művész, ami akkoriban nem tudtam semmi róla, sok kapraszatos volt nekem találkozni ezen a hangon, és onnantól kezdődök a mi történet. Igen, és akkor ott kezdődött a közös pályafutásotok, vagy ez később alakult ki? Sokkal később, utána ott csak volt egy találkozás, hogy mindenkit a rajongás illindul, hogy jaj, de jól énekel, szújszni, bokoltál engem sokat, de sokkal később, 6 évvel később, akkor kezdődött ez az egész, hogy már találkoztunk Magyarországon, és elindul már ilyen dolog, hogy kezdődöttünk dolgozni együtt színpadon, zenekorra, írni zene, komponálni együtt. Aha. Akkor a szünet előtt ismét Gáborhoz fordulok, hogy egy picit beszélj arról, hogy tulajdonképpen a közös működésetek itt Magyarországon hogy kezdődött, milyen formációban, miket zenéltetek az elején?
megalakította ez a Jazz Latin Syndicate nevű zenekart, ami tulajdonképpen azt hiszem, hogy hogy szokták ezt mondani? Szupergrupnak lehet mondani, hiszen az előbb említett úriembereket hívta el, Szakcsi Lakatos Bélát, Babos Gyulát a zenekarba, Kőszegi Imrét. Elég népes csapat volt, most direkt három kulcsfigurát hoztam ki a történetből, hiszen ők mondhatni, hogy a jazz legendák itthon, és elkezdtünk dalokat írni. Általában úgy csináljuk a dalokat, hogy ezának mindig hihetetlen ötletei vannak zeneileg. Megírja a dallamot, a szöveggel együtt, ez szinte nagyon érdekes, neki rögtön mindig a szöveggel együtt jut eszébe a dallam. Nagyon érdekes tényleg. Igen. Tehát van, aki úgy ír dallamot, hogy először dallam, és aztán ráírok a szöveget. Neki minden egybe jön rögtön. És utána, Gábor, gyere, itt a dal, egy picit nézd meg, hogy milyen fúvósokat lehetne ide még tenni. Én neki icipicit még teszek oda szaxofont, fúvolát, esetleg trombitát, amit persze nem én játszok, csak ugye hangszereső ötlet, az kimaradt az életemben. És aztán egy kicsit megpofozgatjuk ketten, és elindul. Ez volt a legelső ilyen lemezünk együtt a Mihente címmel, és utána sorra követték. Azt hiszem sikeresen az összes többi lemez, Abracadabra, Salsa y Picante, az Univerzo, sorolhatnám. És de egyébként az Univerzóról hallottunk az előbb egy dalt, amivel kezdtük a műsort. Indítottuk a rádió műsort. Igen, pontosan. Hát javaslom, hogy akkor tartsunk egy kis szünetet, és megint illusztrációként hallgassunk egy kis zenét, és a szünet után visszatérünk. Nagyszerű. Caliente, traigo para ti una libre pan caliente. Pero qué pasa aquí, no te metas con mi gente. Pero qué pasa aquí, no te metas con mi gente. Son chéveres y han venido para vacilar el ritmo que mi banda le toca. Son chéveres y han venido aquí para vacilar el ritmo que mi banda le toca. Caliente, traigo para ti una libre pan caliente. Pero qué pasa aquí, no te metas con mi gente. Pero qué pasa aquí, no te metas con mi gente. Son chéveres y han llegado aquí para gozar el ritmo que mi banda le toca. Son chéveres y han llegado aquí para vacilar el ritmo que mi banda le toca.
Una libre pan caliente. Pero qué pasa aquí, no te metas con mi gente. Pero qué pasa aquí, no te metas con mi gente. Son chéveres y han llegado aquí pa' gozar el ritmo que mi banda le toca. Son chéveres y han llegado aquí pa' gozar el ritmo que mi banda le toca. Hallottunk most a szünetben. A Pan Caliente, ez az Universo lemez, a legutolsó lemezem, ami nagyon szeretem, és a közönség, hála Istenem, nagyon imádja, és visznek, mint a cukrok. Ez a legjobb. Igen, a gyabékok is vittek, és remélem, hogy tovább. Már ezen a rádioműsor, ami az ember biztos hallgása, és közben meg rohannak a bolt a vásárolni tovább. Ez a legjobb. Igen, pont Zsámbékon hallgatlak titeket. Nektek minden koncert egy új és külön kihívás egyébként? Tehát... Igen. Minden koncert hozza valamit, mert minden koncert ez egy új, ez egy frissítés, új közönsége, új emberek, új atmoszféra. És a Zsámbékek ez annyira jó volt nekünk is. Ez annyira, mindig mondtam magából, éreztem, mint aki otthon, házatér, nem? Ilyen otthonos volt az egész. A közönsége nagyon várta, hogy mi lesz az este, mert úgy látszik, hogy nagyon jó munkát csináltatok, köszön a szervezés is, hogy mindenki tudja, mi lesz ez a tablet, ami fogja kapni. Igen, este, nem? Annyit a hallgatóknak, hogy mi a Zsámbéki koncerten találkoztunk, és onnan vannak a közös élmények. De egy picit menjünk vissza akkor a múltba, mert mondtátok, hogy elindult a projektetek, és hogy elég, ha jól értetem, Szakcsi, Babos, Kőszegi talán, ha mondtátok, és akkor egy ilyen formációval is, és ez meddig állt fent, vagy a mai napig is így folytatjátok? Még mindig mai nap. Most kezdtünk én neki igazából, most közben vettem. Nem olyan rég volt az Opus Jazz Clubban egy szupertartázos koncertünk, amire már 3 héttel ezelőtt elkelt az összes jegy, és ezen az úton haladunk tovább. A nyári fesztiválok már tele vannak. Fontos mondani, hogy amióta indul ez a zenekar, ez mindig ilyen, itt volt. Hogy már az első pillanattól kezdve mindig van, hogy már ott színház, voltunk Tália színházban, művészetek palotája, mindenhol, és mindig már 2 hete, 3 hete korában már full. Ez egy nagyon jó jel, hogy jól csináltunk a dolgot. Igen, azt hiszem, ez nem is kérdés. Azt hiszem, én először titeket ilyen formációban egy olyan jó pár éve volt a régi Budapest Jazz Clubnak volt egy évforduló, és ott léptettek fel, szintén Szakcsi, akkor láttalak színpadon. Hány lemezt adtatok ki ebben a formációval, tudod-e? Négy lemez már volt aztán a formáció. Jól emelékszel, mert ez volt a Budapest Jazz Club valami születésnapjában. Igen, születésnapja. Igen. Valahány éves születésnapja volt, még a régi helyen akkor a Kossuth klubban volt. Ott is tele volt a klub, nagyon jó buli volt, de visszatérve a Zsámbéke, tényleg nagyon szép este volt nekünk. Gyönyörű. Igen, picit még ott tartottunk ebben a kapcsolatban, hogy már elég régóta létezik ez a formáció, és 4 lemezt adtatok ki. Lehet tudni a 4 lemez jellegéről, hogy mennyivel volt más, mik voltak, mert az elsőről már beszéltünk, a többi. Mindig egy lemez adódik, ez a szituáció, ez a pillanat, amivel vagyok
ami élek. És mindegyik kulomba szülek, de valahogy attól lennek egymás. Volt ez az utolsó az univerzum, hogy ez jazz lemez, de a többiek ugyanaz ez jazz, de van jazz latin, már volt egy fusió, ahol jazz latin, jazz afro. És miért ezek a változások? Mert akartam, hogy ez volt a célom, hogy megismerjenek engem, az én írásom, megismerjenek az én országon, az én dalomon keresztül. Hogy hoznék egy picit ez a kubai kultúra ide Magyarországon, hogy egy picit megtudják, és hogy szállodik, hogy ez Kubába, milyen, ahogy mozog, ami egy ezt dál ott Kubába, milyen eszkúz tudunk mi hozzányúlni, hogy neki állja a zenekar, jól szóljam. És szerintem jó volt ez a szegés, mert jó fogadta Magyarországon, és még mindig a mai nap kovennek is, és reklamálnak, hogy legyen mi. Erről az jutott eszembe, hogy mind a kettőtöknek szól a kérdésemben kapcsán, fontos a párbeszéd akár zenében, a különböző zenei stílusok között, vagy akár emberek között, hogy egymás kultúráját megismerjük? Igen, ez nagyon fontos. Szerintem ennélkül nem is lehet zenélni. Én nagyon örülök annak, hogy ennek most már részese vagyok, ennek a úgynevezett kulturális találkozásnak. Tehát úgy lettem részese, hogy mondjuk az Elza által megismertem egy másfajta kultúrát, és azt hiszem, hogy nem azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy én most már nem is tudnék, ahogy szokta az Elza mondani, hogy már nem vagyok teljesen európai. Tehát én is így érzem, nem azt mondom, hogy tiszta kubai vagyok, mert nyitás, alakul egy nyitás. Hordozom magamban ezt is, azt is, nagyon fontos. De nagyon fontos ez a fajta nyitottság. Kérdésem a következő, gondolkodtok még azon, hogy egyéb műfajok felé elvándoroltak, vagy van, ami érdekel, van, ami inspirál, amiből esetleg, nehogy Isten, lemez lesz? Zsámbékon, ugye hallottad a programokat, ez megint egy másfajta formáció, a kapella, ugye két énekhangra van kihegyezve, semmi más, ahogy a két énekhang, az Elzai meg az enyém, így szövevényesen, így kanyarodik egymásba, és szólamok, ellenszólamok, és ez megint egy másik műfaj, és ezzel dolgozunk most egy új lemezen, ezzel is. Ami szerintem nagyon fontos, bocsánat, nagyon fontos, mert addig volt, hogy zenekar, nagy hangszerelés, rengeteg színekek volt az egész, és úgy érzem, hogy nem csak nekünk, mint zenizek, a világ is szükségem van egy iszike-piszike nyugalom, ahol a hangot diktálja ez a csend, a szúj palettája, a design, ami legyen, csak egy hangot legyen. Nem szüksége, hogy szóljak egy dob, egy konga, egy akármi, hogy egyszerűen ez ahonnan indultunk, mert humán kezdődök beszélgetni, ott kezdődök az első dialógus. Egyetlen dolog volt nekünk, a hang. És ez az a dolog, ami szeretném most mutatni. Ez a hang, ami tudja vezetni, ami tudja lenni, mint egy profeta. Beszenyelni egy nagyító megegnek, és akkor szerintem ez fontos most. A legközvetlenebb fórum a ember és ember között a hang, akár prózában, akár zenében. Pontosan. És szerintem ez az a kapella, ez jókor, és ez az a pontos idő, nem? Ahogy érkezett. Ahogy figyeltelek titeket a színpadon, egy sokkal nagyobb intimitást tudtatok elérni a közönséggel, ez fontos nektek? Nagyon. Miért? Miért fontos az intimitás? Igen. Már úgy értem, hogy közönség és művész között sokkal közvetlenebb formátumot nyitottatok, mint egy hivatalos művész befogadó kapcsolatban. Hát a miértjét nem tudom, tehát hogy nem tudom megfogalmazni, az biztos, hogy nagyon fontos az, hogy a közönséggel ez az intim kapcsolat részünkről meglenye, tehát oda-vissza, mikor ugye nem csak koncert leénekeli az ember a dolgát, aztán összecsomogol és hazamegy, a közönséggel nem találkozik. Mi imádunk a közönséggel találkozni, személyesen is, levelezni is szoktunk velük. Igen. Elég sok e-mail, meg mindenféle üzenet. Én hozzátenni, hogy ez fontos, amikor vagyunk egy színpadon, hogy kapunk, ez az egész, ami a közönség. Az első lépés, hogy meg vagyunk tisztelve, hogy egy közönség jön,
Hát jó, ezer dolga, ami rengeteg ember megvan, hogy jön és meghallgassa minket. Hát akkor már nekünk maradt egy dolog, megosztani velük minden, a szírszisek, ami csinálunk, minden egy nyitott konyival kéne nekünk lenni a színpadon minden egyes művészek, és ezt megosztani velük. Ez sokkal fog segíteni, hogy ők is sokkal nyíltan tudnak látni ezt az előadást, jobban tudják elfogadni, mert van egy fény, ami fogja átulelni mindegyik. És akkor ezen a fényen fogunk mindegyik átutászni a szenen keresztül, megérinteni a lelke, megérinteni a szívek egymás, és odaadni különböző szenetek. Nem beszélgessünk, de mégis a zenen keresztül jönnek, mennek az üzenetek, és ez fontos. Tulajdonképpen akkor csavarnék még egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek ez lenne a zene igazi eredeti funkciója? Igen, bizony. Ez nagyon, nagyon fontos, ez a kommunikáció, ez a dialógus, ami megy, ez a empatia, ami egy művész mindig figyelemben kéne venni, hogy ott állunk a színpadon, és nem erről szól a dolog, hogy ott állunk, és tökéletes módon leszünk, legyünk virtuózok, és nagy emberek ott a színpadon. A legfontosabb ez, amikor tudunk hazamenni, és ez a szimbolikus táska, oda viszünk a mindenkinek a szívem, viszünk egy kis részeg, és ők is tudnak vinni rólunk egy kis darabocska hazafelé. Akkor még egy picit beszéljünk, és mind a kettőtökhöz szól a kérdés, az új lemezről, amiről már hallottunk két számot, hogy ez mikor jött pontosan létre? Erről, ami most szól? Igen. Hát ez egy két vagy három éve jelent meg. Az igazából új lemez most készül. Tehát ami azt mondjuk, hogy új, most már lassan a nyomdákba kerül, zenélek már abszolút föl van véve, tehát most csak a nyomda és a grafika van hátra. Hát reményeink szerint tavasszal ki fog jönni. Ez megint egy tehát az univerzumhoz képest, ami most szólt, meg amivel azt hiszem a műsort fogjuk zárni, megint egy másik műfaj, mondjuk így, hogy vissza egy kicsit az eredeti kubai dallamokhoz, ritmusokhoz, tehát ez igazából egy igazi latin lemez lesz, de erről azt hiszem, hogy többet tud mondani. Fontos mondani, hogy jön ez a következő lemez, ami már Gáborról beszél, de igazán tele vagyunk meglepetésre, mert két lemez van benne most a laboratórium, a konyhán keverünk, a boszorkány konyhán, ez a lemez, meg az a cappella lemez. És születek közben, ez a két dolgok között születek egy könyve, konyított ajtó című. Igen, erről is akartam beszélni, hogy jelent meg az új könyved, a Nyitott ajtók, amit azon a bizonyos sokat emlékeztetett Jamaica koncerten is lehetett látni. Miről szól ez a könyv? Mi volt az indítatás, hogy belekezdtél? Ez a könyv erről szól, ez a rengeteg gyönyörű fegyezet, ami az élet olyan dekozta nekem az életen során. Főleg, amióta itt élek Európában, nem csak Magyarország, amióta ide kerültem ezen a másik oldalon a tenger, hogy átutáztam a tenger, indul egy másfajta élet, megismertem az élet egy másik szenszúk, egy másik oblakon keresztül, és ezt próbáltam ábrázolni bent a konyhébe. De amíg szükítem a dolgok, hogy az élet itt Magyarországon, olyan emberek, aki ismerem már száz évek, rengeteg éve, olyan kultúra, ami sikerül megismerni nagyon közel, a magyar kultúra, a magyar emberek, a gyönyörű tapasztalat, amit éltem Magyarországon, a rengeteg barátok, a rengeteg gyönyörű élmények, amit éltem Magyarországon, és a legfontosabb, amikor élsz egy országon, tanulsz sok minden, megtanulsz az életmódját, lássák, tudsz hallgani, az emberek beszélnek a szó boldogságok, a szomorúságok, a vidánságok, mindenről, a fájdalmok, akkor csinálsz egy gyűjtemény, Hogy látod ezeket a dolgokat? Hol látom én ezeket a dolgokat? Köszönöm szépen. Akkor ismét kérdezek ilyet, hogy
És hogy látjátok ti akár a mai Magyarországot, mennyire nyíltak az emberek, mennyire beszélnek, akár egy idézővel távolról jött, de most már teljes mértékben itt ül ember szemével, illetve te hogy érzed magad itt, Gábor, a mentalitások, ezek között a mentalitások között, mert sok országot láttál. És kifejezetten jó értelemben megfertőzött a legjobb értelem egy latin mentalitás is. Hogy látod, mennyire vagyunk nyíltak, mennyire vagyunk kedvesek, mennyire tudunk beszélni a dolgainkról? Én egy ilyen zsámbéki koncert után, és azóta azt is férfősen megvallom, hogy Egerbe is voltunk azóta, ami hasonló közönség fogadott minket, mint zsámbékon, tehát egy nagyon-nagyon pozitív, egy nagyon barátságos és nyílt szívű ember, közönség. Azt mondom, hogy a magyarok nagyon is nyílt szívűek, nagyon is barátságosak, nagyon is befogadóak. Egyszerűen csak meg kell találni a közös kapcsot, pontosan, ami oda vezet hozzájuk, és ehhez azt hiszem, hogy én egyedül lehet, hogy nem találnám meg, de hogy itt van mellettem, ezzel nagyon könnyen meg találni a kapocsot. És az emberek, már Zsámbékon is ezt vettem észre, mosolyognak. Emlékszem rá, hogy ott volt egy ilyen kis tréfa, hogy az ezzel ugye mindig megénekelteti a közönséget, és leszólt a fesztivál egyik szponzorjának, és hogy te is énekeljél. És a szponzor, hogy mosolyogva nézett fel az Elzára, és csak tapsolgatott, és örült, és boldog volt. Úgyhogy szerintem nincs különbség. Ahogy láttam a világ, rengeteg szép országon láttam, és nagyon sok szépek lehet mondani róluk is, de visszatérve Magyarországon szerintem ez nagyon jó hely, és van egy dolog, ami bármely országon egy humán kéne tartani. Van egy útlevél, ami a nevek ez boldogság, kedvessége, nyitás. Érkezünk egy mosolyig, érkezünk egy nyitott szíve, természetesen bárki, bárhova, hova mész, mindig nyitva lesz bármely ajtó. És ez volt, amivel én érkeztem Magyarországon, és azért megnyertem ezt az csodálatos világ. Nagyon sok mindenről beszéltük, leginkább a pályáról, de mondjuk azt kevéssé tudjuk, hogy szabadidőtöket mivel töltetek, mondjuk kirándultok, vagy zenét hallgattok, vagy... Imádom el sportolni! Szabadidőnk sajnos kevés van, de tényleg sportolunk sokat. Azaz, hogy most ha jön a jó ide, akkor egyre többet, és a zenét természetesen azt ilyen nappal hallgatunk, és még hadd áruljak el egy titkot, ez ugye nem a szabad időhöz tartozik, hogy az Elza említett, hogy most két tervünk van, de igazából szabad mondani, akkor három, mert ugye itt van ez az acapella, amit fel akarunk venni, itt van az Elzának az új latin lemeze, és itt van még egy Vinand Update nevű igen, formáció, ami két nap múlva lesz egy koncertem a nyitott műhelyben. Olyan szinten van köze az Elzának is ehhez, hogy az összes dalaimnak a szövegét ő írja, úgyhogy tulajdonképpen azon is együtt dolgozunk. Tehát ott sincs az, hogy na most egyedül a Vinand itt, most a Vinand magáról beszél. Nem, megint kettőnkről beszélek. Minden szövegemet neki köszönhetem, spanyolul, angolul, úgyhogy most ez lesz ennek a hétnek az aktualitása, csütörtökön a nyitott műhelyben. Nyugodtan be is harangoztatjuk, tehát a két nap múlva nyitott műhelyben. Nyitott műhelyben. Az csütörtök lesz. Az csütörtök. Hány órakor? 8-kor, és előtte 6-tól meg tartunk ezzel egy mesterkurzust énekeseknek. Ez is egy nagyon érdekes. Azt hiszem, hogy ez szintén nagyon érdekes lesz. Akkor még egy kicsit erről a programról beszélj, hogy mit akar pontosan ez a projekt, ez az ja, új projekt. Röviden azért neveztem el a Vinand Update-nek, mert teljesen új számokat találtam ki a régiekhez képest, és a zenekaron felfrissült új tagokkal, és én ezt most nagyon, és én magam is ettől megfrissültem, hát ezért. Kik fognak játszani benne, nevesítsük őket, ha már mondtad. Az új tag Csizi László, ő dobol, Rozsnyói Péter barátunk zongorázik benne, és Orbán György bőgőzik. Egyébként ez a zenekar nagyjából a Gerinc az Elzának a harmadik projektjének is, ami meg az Elza Valle Isus Hermanos. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagy család. Igen. Szabad így mondani. Beszéltetek arról, hogy sportoltok meg, hogy zenét hallgatok. Más koncertjeire jártok? Hogyne. Imádunk. Ez nagyon fontos egy zenész, hogy művész. Ez
kötelező, hogy járunk egy másik koncertre, mert ez egy frissítés, ez egy gyűjteni tapasztalat, meg együtt lenni, meg barátkozni, meg nagyon sok szempontják, ez nagyon fontos, hogy találkozunk. Ne? Hogy állunk a többi művészek, hogy ez fontos, hogy meg nagyon boldogat teszik a másik művész, amikor lássák, hogy támogassunk az új dolgok. Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos mentek, és nevesíthetjük, hogy kiknek is szeretek a koncertjére járni, vagy milyen stílusokat hallgattok. Minden stílusok. Mi meghallgassunk mindenki okay. Tanítványodól kezdve, akkor legnagyobb is. Ez a riporter halál, amikor nem tud semmit kihúzni. És nem csak koncerten, nagyon szeretünk színházba járni, táncszínházba járni, nagyon szeretjük a modern táncművészetet. És sőt, filmvetítésekre, tehát most nem ezekre az akciófilmekre gondolok, hanem művészfilmekre, és irodalmi felolvasási estekre is szoktunk járni. Nem beszélve arról, hogy az Elza tulajdonképpen egy írónő is, úgyhogy nekünk kötelező járni ilyen irodalmi felolvasó estet. Már írtam zene filmekhez akkor. Akkor még annyit áruljátok el, hogy a jazz mellett még milyen zenei műfajokat preferáltok, mert hogy a Gábor ugye a komoly zene felől érkezett a jazzbe, te pedig a kobai hagyományokból. Ez azt jelenti, hogy most is mindennevők vagytok a zene tekintetében, vagy kifejezetten csak a saját stílusaitokat hallgatjátok? Van egy nagy nyitás, mindenre kaphatók vagyunk, és nagyon imádjunk, amikor más produkciók is hívja minket, meg mi is hívnék művészek, mert mindig, amikor jön egy új ember, hoz egy új frissesség, egy új dolog, ami mindig jó teszik. Sose nem jön, amikor egyszerűen akkor szászíve gyakszik egy út, és sok ugyanaz ez a tágos, olyan, mint a boldogok vagyunk, amikor jön a nyáron, és a nagy hívja valamely barátú vendégségben, nem? Akkor a háza kapja egy másik oltozik, mindenki csinos, jó lesz, ugyanaz történik a művészet. Ha most van egy koncert, hívunk egy valamely művész, vagy és valaki csinál valami újdonság, mindig ugyanaz ez a dál fogja kapni egy másik oltószik, hogy sokkal jó lesz, más nyelve fog beszélni, hiszen ez nagyon fontos, ez a cserebere, ez, hogy mindig találkozunk, ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy nagyon szép végszajóval volt a riportunknak, én javaslom, hogy a végén hallgassunk ismét egy kis zenét tőletek. Önök a Hidak heti magazin adását hallották, nagyon szépen köszönöm Elzának és Gábornak, hogy itt voltak. Jövő héten újra találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást. Ella baila la milonga, toca tumbi, canta panca sin parar. Con sus zapaticos blancos gira sin parar. La nena que retosa, tumba, salta y goza hasta desmayar. Y la vida dando vueltas sin parar. La nena bailo y canto. Con alegría toca que retumba el palo de su tumba, quinda, quimbamba. La que tumba toca con su tumba sin parar. Y salió el sol y la nena no paró, canto y bailó con sus zapatillitas blancas. Bailala
Íd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!